Újabb oltópont nyílt Szabadkán. A Városi Közkórház rehabilitációs részlegén szombaton már végeztek oltást, azonban mától folyamatosan várják az oltásra jelentkezőket. Ma 11 órától 13-ig mintegy 100-an vehették fel a kínai koronavírus elleni oltóanyagot. A szabadkai Siflis Károly számára is teljesen mindegy volt, melyik vakcinával oltják majd be. Úgy gondolom, hogy nem kell sokat gondolkozni. Ez mindjárt az érdeke, hogy egészségesek és a jövőben ne legyen ilyen problémák. Azért döntöttem így. Már 2 hete regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra a szabadkai Medve Verona. Felvettem, ha már így van, akkor muszáj fölvenni, akkor én is úgy gondoltam, hogy föl fogom venni. Ennyi éves vagyok, egyedül élek, akkor nem tudom, hogyha valahova elmegyek, elkapjam, mit tudom, én felvettem. Szombaton egy próbaoltást végeztek a kórházban, akkor 257 személy kapta meg a kínai készítményt. Itt a tömeges oltás első adagjával immunizálnak. Danas imamo spisak od 100 građana, to nam je juče e-uprava poslala, tako da je praktično odličan bio odaziv građana. Ja mislim da ćemo dostići taj broj danas vakcinisanih. Za sutra je planirano da to bude 200 građana na našem punktu, također prvom dozom Sinopharm vakcine i očekujemo taj spisak danas u toku dana, tako da se praktično svaki dan pripremamo. Na punktu rade 4 vakcinalna tima sa lekarom, medicinskom sestrom koja radi aplikaciju vakcine i administratorom koji sve to unosi u informacijonu bazu. Dr. Gordana Krtinić elmondta, naponta mintegy 50 beteget vizsgálnak meg a kórház COVID rendelőjében. Kórházi ellátásra jelenleg 81-en szorulnak, közülük 13-an kapnak mesterséges lélegeztetést.